Jó, ez is működik nagyszerű. Én is üdvözlök mindenkit, köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek. Az én előadásomnak a címe az az, hogy káros-e az MDMA, és ez így egy nagyon rövid és lényegre törő kérdés, azonban attól tartok, hogy a válasz rá közel sem lesz ennyire egyszerű. Ezt nem lehet egy egyszerű igen-nem válaszba tömöríteni. Mielőtt elkezdenék belemenni a részletekbe, azt mindenféleképpen ki szeretném emelni, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban nincsen egyértelmű tudományos konszenzus. Mostanában sokat emlegetjük, elsősorban a klímaválsággal kapcsolatban, hogy 97%-os tudományos konszenzus van. Most ilyen mértékű konszenzus azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy káros-e az MDMA vagy nem, egyszerűen nincsen. Ennek megfelelően én ezt az előadást nem annak szánom, hogy itt most megmondom a tutit, és megmondom, hogy mi pontosan erre a kérdésre a válasz, hanem inkább amit szeretnék, hogy elmondani nektek azokat a főbb publikációkat, főbb tanulmányokat és kísérleteket, amelyek relevánsak ennek a kérdésnek a megítéléséhez. Igazából ezt fogom az előadás első felében csinálni, utána fogok nektek mesélni egy tanulmányról, amit tavaly írtunk londoni kollégákkal, amely szerintem fontos kontextust ad a tudományos szakirodalomnak az értelmezéséhez. És végül, de nem utolsó sorban, kicsit megpróbálom összegezni a dolgot, és azt is elmondom, hogy személy szerint, vagy hogy szerintem káros-e az MDMA. Szóval MDMA, ahogy a Peti is mondta, ez a metilén-dioxi-metamfetamin teljes nevén, amit azért így érdemes kimondani, mert ebből kiderül, mint ahogy a Petya is említette, hogy ez rokon molekulája a metamfetaminnak. Ez az, amit a Breaking Badben is főznek, és Crystal Meth, és mindenki tudja róla, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz. Igazából, amikor az MDMA elkezdett beindulni így a 80-as években, az nagyjából ugyanaz az idő volt, amikor a tudományos közvélemény elkezdett arra rádöbbenni, hogy különböző amfetamin származékok, elsősorban a metamfetamin, annak van neurotoxikus hatása. Most a neurotoxicitás az csak annyit értek, hogy ennek a szernek a fogyasztása vagy az idegsejteknek az elhalásához vezet, vagy valamilyen károsodást okoz az idegsejtekben, aminek a hatására kevésbé lesznek funkcionálisak. Szóval a 80-as években rájöttek, hogy a metamfetamin az erősen neurotoxikus, és hirtelen felütötte ez a az MDMA is a fejét, ami egy rokon molekula, eléggé logikus volt, hogy akkor nézzük meg, hogy az MDMA is neurotoxikus-e. És ezeket először állatkísérleteken vizsgálták 80-as években, és több klasszikus tanulmány is született ebben az időben, és elsősorban egy ICC nevű módszerrel, ez az immunocytochemistry, amely igazából egy ilyen fluoreszcens mikroszkóp technika, amivel igazából meg lehet világítani, hogy hol vannak egyes molekulák egy biológiai mintán belül. És ezeket a kísérleteket elvégezték rákcsálókkal, ahol úgy állították be ezt az ICC kísérletet, hogy fluoreszensen világítson ott, ahol szerotonin van. Ahogy a Petya is említette, a szerotonin az egy ingerült átvívő anyag, és az MDMA elsősorban ezzel a szerotonergikus rendszerrel áll kölcsönhatásba. Amit itt láttok a képen, vagy itt ez az egyik klasszikus, ez az Ohirán 88-as tanulmány, jó régi, és igazából amit itt lehet látni, az a szerotonin axonoknak a sűrűsége, rákcsálók, most nem emlékszem, hogy patkányok vagy egerek voltak, de ez itt, amit itt látunk, ez a kontrollcsoport, itt nagyon sok fehér vonalat látunk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szerotonergikus axon van, és itt pedig az MDMA csoport, ahol látványosan kevesebb van. Az axonok, bocsánat csak, az axonok azok tulajdonképpen a kábelek, amelyek összekötik az idegeket. Tehát amikor azt mondom, hogy itt kevesebb szerotonergikus axon van, az azt jelenti, hogy kevesebb olyan kábel van, amely ezt a szerotonergin ingerület átívő anyagot alkalmazná. Nem akarok belemenni a hatásnak, a károsodásnak a mechanizmusába, de az oxidatív stresszhez van köze. Tehát az MDMA-nak a metabolizmusa során olyan anyagok keletkeznek, amelyek nagyon reaktívak, kölcsönhatásúaknak különböző molekulákkal, és ezáltal sebeket tudnak okozni a sejtben. Ami ezeken a képeken annyira nem látszik, de igazából ezek az axonok, tehát ezek a kábelek, ezek itt az MDMA oldalon nagyon-nagyon meg is vannak tagadva. Tehát nem csak kevesebb van belük, hanem sokkal vastagabbak is. Igazából ezek az axonok így elkezdenek az MDMA használatot így felduzzadni, és egyszer csak aztán eltűnnek.
Ez a kísérlet, ez sokszor meg lett ismételve, többfajta rákcsálóban és fülemlősökben, és gyakorlatilag eléggé konzisztens volt ez az eredmény, ez a szerotonergikus axonoknak a száma erősen lecsökkent. De nem csak az axonoknak a száma, hanem egyéb molekuláris komponensek is az agyban, amelyek ez a szerotonergikus rendszerhez köthetőek. Magának a szerotoninnak a koncentrációja is jóval kisebb azoknál a rákcsálóknál, akik MDMA-t fogyasztottak. Továbbá nagyon jelentősen lecsökken a TPH nevű enzimnek a koncentrációja. Ez azért fontos, mert az az enzim, amelyik beindítja a szerotoninnak a szintézisét a szervezeten belül, illetve nagyon erősen lecsökkent a SERT molekulának a sűrűsége. A SERT az egy gyakorlatilag egy pumpa, ami az idegsejteknek a sejtfalában helyezkedik el, és ez, ami mozgatja a szerotonint, a sejten ki, szállítja a szerotonint ki és be a sejtből. Tehát nem csak arról van szó, hogy a szerotonergikus axonok száma csökken, hanem általában véve nagyon sok ilyen komponens, amelyhez a szerotonergikus rendszerhez köthető, ezek valamilyen redukción, valamilyen fajta csökkenésen mennek át. Szóval ez az alaphelyzet, és amint ezek a kísérletek kijöttek, rögtön heves vita el is indult ezeknek az értelmezéséről. Többnyire ezek a képek, amelyeket itt is látunk, ezek egy-két héttel azután készültek, miután az egerek MDMA-ztak, és hamar beindult róla a vita, hogy akkor itt most miről is van szó. Arról van szó, hogy itt tényleg itt az összes idegsejt ezek elhaltak, és ezek K.O. vége, vagy pedig arról, hogy itt adott esetben csak egy ideglenes visszahúzódásáról van szó a szerotonergikus rendszernek. Itt most nem akarok belemenni a részletekbe, mert az nagyon messze vezetne minket, de erről nagy viták voltak, hogy akkor itt tulajdonképpen egy ilyen állandó változásról van szó, vagy pedig csak egy ideglenes változásról, amivel a szervezet arra reagált, hogy egyszer az MDMA hatására nagyon felment a szerotoninnak a szintje. Amit fontos elmondani, hogy ha adunk az egereknek MDMA-t, és utána várunk sok időt, azt hiszem 8 hónapot szoktak tipikusan, akkor utána, hogyha ugyanezt a kísérletet elvégeznénk, akkor az egerek esetében gyakorlatilag teljesen visszanőnek ezek a szerotonergikus axonok, tehát regenerálódik az idegrendszer. Viszont, hogyha ugyanezt a kísérletet főemlősökkel végezzük el, akkor ez a regenerálódás nem lenne teljes körű. Általában a főemlősökkel ugye sokkal drágább és macerásabb kísérletezni, ezért sokkal kisebb a mintavétel, nagyobb a statisztikai bizonytalanság, de azt lehet elmondani, hogy a főemlősök esetében egy olyan 70-80%-os a regenerálódás egy évvel az MDMA fogyasztása után. Szóval ez az egyik első fontos kérdés, amivel a szakirodalom tele van. A másik pedig az, hogy igazából releváns a dózis, ahogy ezeknek az állatoknak adagolják a szert. A legtöbb állatkísérletben, a legtöbb rákcsálókkal való kísérletben, tehát egerek és patkányok esetében úgy néz ki, hogy élik ezek az állatok az MDMA-mentes életüket, és akkor utána jön 4 nap, amikor naponta 2-szer kapnak 20 mg per kg MDMA-t. Amit ha gyorsan átszámítunk egy 80 kilós emberre, ez azt jelenti, hogy 1600 mg, azaz 1,6 g MDMA napi 2-szer 4 napon keresztül. Hát igen, akkor ti is érzékelitek, hogy ez egy embertelen mennyiség, ez a legnagyobb ozorai buli lovagokat is leteríteni. Tehát tényleg eszméletlen nagy mennyiségeket adnak ezeknek az egereknek, de azt hozzá kell tenni, hogy általában nem csak amikor különböző amfetamin származékokkal kísérleteznek a tudományba, a rákcsálóknak mindig sokkal-sokkal nagyobb adagokat szoktak adni, és ennek az az oka, hogy a rákcsálóknak a 8-10-szer gyorsabb a metabolizmusa, mint nekük. Tehát ő belőlük ennyi szer gyorsabban ürül ki az MDMA, és ezért szoktak ilyen nagyon nagy adagokkal kísérletezni. Továbbá azt is hozzá szokták tenni, akik állatokkal kísérleteznek, hogy itt nem az a cél, hogy most az egerekről egyenesen rávetítsük az emberre, hanem inkább az, hogy megismerjük a mechanizmusát a szernek. Tehát az egereknek oké, adunk egy ilyen nagyon nagy adag MDMA-t, abból látjuk, hogy van valami károsodás. Valószínű az embereknél nem ugyanilyen a mértékű, de valószínű, hogy ugyanazok vagy hasonló mechanizmusok vannak az embereknél is.
Szóval amit itt rögtön fontos hozzátenni, mint ahogy azt említettem, amikor a regenerációról volt szó, hogy a regeneráció gyakorlatilag teljes mértékű a rágcsálóknál, a fülemlősöknél nem. Tehát ez a példa is igazából azt mutatja, hogy azért az állatkísérletek között is van különbségek, attól függ, hogy melyik állatot veszük modelljől, és ezekből nem lehet egy az egybe az emberekre való hatására következtetni egy szernek. Szóval, milyen helyzet az emberkísérletekkel? Ezt a fajta klasszikus ilyen ICC-s kísérleteket nem lehet megcsinálni emberekkel, vagy legalábbis nem úgy, hogy utána életben maradjanak, mert ezt fel kell szeletelni az agyat. De viszont a 80-as évek végén, a 90-es évek elején nagy fejlődésnek indult a különböző agyi képalkotó eljárások, és ezek közül, ami nekünk a legfontosabb, azok a úgynevezett PET-szkenek, ez a Positron Emission Tomography, ez egy agyi képalkotó eljárás, amivel nagyon hasonló kísérletet lehet elvégezni élő embereken. Igazából amit ilyen SERT kísérlete, vagy bocsánat, ilyen PET-scan kísérletekkel tudunk mérni, az ennek a SERT molekulának a koncentráció az agyban. Ez a SERT, amit említettem korábban, ez az a molekula, ami a szerotonint mozgatja a sejtfalon keresztül. Több ilyen tanulmány is készült, ilyen PET-scan tanulmány MDMA és ecstasy fogyasztókról a 90-es évektől kezdve, azt hiszem összesen 13, és ezek eléggé egyértelműen azt mutatták, hogy a kortikus régiókban ennek a szerotonin transzporternek a sűrűsége ecstasy fogyasztóknál egy olyan 20-30%-kal alacsonyabb. Itt kitettem egy ábrát ebből a kis 2010-es paperből, ami szerintem a legjobb, ez a legnagyobb mintavételű, még a legjobban kontrollált kísérlet. És igazából amit itt lehet látni itt ezen a top panelen, ez a szerotonin transporternek a sűrűségének a becslése. Itt a világos szürke az, ami a ecstasy fogyasztók, a sötét szürke pedig a kontrollok. És ezek a különböző oszlopok, ezek meg a különböző agyrégióknak felel meg. Itt ez a felső panel, ez a kortikus agyrégiók, tehát a külső agykéreg. És igazából ez az, ahol megfigyelhető a SERT sűrűségének a csökkenése. Azért tettem ki ezt a képet, mert arra felszeretném viszont hívni a figyelmet, hogy oké, a legtöbb ábrán kisebb ez a világos szürke zóna, de azért még úgy nagyjából a normális szóráson belül van. Tehát amikor kijöttek ezek a paperök, ezekkel a PET-szkenekkel, akkor igazából az vetődött fel, hogy jó, oké, rendben, 20%-kal kevesebb ennek a szertnek a sűrűsége, és ez egy nagyon rosszul hangzik, általában nem szeretjük, ha valamilyen agykomponensükből kevesebb van, de mi gyakorlatilag ennek van-e valamilyen funkcionális következménye, hiszen mégiscsak a természetes variabilitáson belül van azok a szert értékek, amelyeket az ecstasy fogyasztóknál látunk. És akkor a közvetlenebb hatásoknak a mérésére igazából elkezdtek ilyen kognitív teszteket végezni. Ez egy olyan terület, ahol több az ellentmondó tudományos eredmény, de azért azt hiszem összességében el lehet mondani, hogy ez konzisztensen ki van mutatva, hogy az ecstasy fogyasztók általában rosszabbul teljesítenek kognitív teszteken. Itt megint csak nem arról van szó, hogyha megkérdezünk egy ecstasy fogyasztót, hogy mennyi 2 meg 3, ő hosszú másodpercekkel lefagyna és az ujján számolgatna, hanem arról, hogy valahol inkább az ilyen normális szóráson belüli tartománynak az alsó felében van, hogyha olyan feladatokat adunk neki, hogy például 5 másodpercen keresztül kell memorizálni 10 számjegyet, majd visszafele elmondani. Erre átlagosan olyan 5-6 számjegyre emlékeznek az emberek, az ecstasy fogyasztók még inkább 4-5-re. Tehát amikor a kognitív képességek csökkenéséről beszélünk, akkor erre kell gondolni, nem pedig arról, hogy ilyen zombikat kapnánk. A másik probléma, ami felvetődött még az ecstasy fogyasztókkal kapcsolatban, azok a depresszió és a különböző hangulati problémák. Itt is valamennyi lehet olyan tanulmányt találni, amelyek nem találtak különbséget ecstasy fogyasztók és a kontrollcsoport között, de azért általánosságban elmondható, hogy több tanulmány mutatott ki különbségeket, mint amit nem. Amit el szeretnék gyorsan itt még mondani, hogy ami egy nagy különbség itt az ember és az állat kísérletek között, többek között, hogy az összes ember kísérlet ez ilyen retrospektív kísérlet. Tehát nem arról van szó, hogy veszünk embereket, és akkor véletlenszerűen valakinek adunk MDMA-t a kontrollcsoportnak, meg nem, és utána összehasonlítjuk őket, hanem egy adott időpontban begyűjtünk embereket, akik már MDMA-ztak, vagy ecstasy-t használtak, és őket összehasonlítjuk olyanokkal, akik még nem. De ugye amit ebből nem tudunk, hogy voltak-e különbségek adott esetben e két csoport között, mielőtt elkezdtek volna ecstasy-t használni.
Ez különösen jelentős a hangulati problémák esetében, mert sokan hangoztatják, hogy nagyon valószínű, hogy azért vannak ezek a hangulati különbségek extázi fogyasztók és nem fogyasztók között, mivel már ezek a problémák jelen voltak az extázi használat kezdete előtt, és sokan pont azért kezdenek el extázit használni, hogy a saját maguk hangulati problémáit kezeljék. Most egy pillanatra megállnék, és akkor ugye gondoljuk át, hogy eddig ugye mit mondtam, állatkísérletek alapján eléggé konzisztensen kimutatható, hogy a szerotonergikus rendszer valamilyenféle csökkenésen megy át, ezt kimutatták többfajta emlősben, az emberkísérletek alapján, amiket ezzel a PET-szkennel lehet nézni, szintén hasonló eredményeket látunk, és úgy néz ki, hogy ennek vannak funkcionális következményei, hiszen csökken mind a kognitív képesség, mind hangulati problémák is jelentkezhetnek. Szóval egyelőre nem túl rózsás a helyzet, viszont amit eddig nem hangsúlyoztam, az a dózisnak a szerepe. Ezt mindannyian értjük, hogy például az alkohol esetében az nagyon-nagyon más alkoholfogyasztói szokás, hogyha valaki mondjuk egy héten, nem tudom, 4-5 alkalommal elmegy berúgni, vagy azzal szemben, hogyha valaki péntek esténként megiszik egy sört a barátaival. Mind a két esetben alkoholfogyasztásról van szó, de az első esetben nagyon valószínű, hogy ennek lesznek káros következményei, a második esetben viszont nem. Az alkohol esetében mindannyian, különösen Magyarországon van arról fogalmunk, hogy ki az, akik a kemény alkoholfogyasztók, ki az, akik közepesek és kismértékű alkoholfogyasztók, azért mert az alkoholfogyasztás az a társadalomnak a része, a barátainkkal iszunk, a családunk előtt is alkoholt fogyasztunk, és ezáltal van egy képünk arról, hogy körülbelül ki mennyire kemény fogyasztó. De ez, ami pont nincs meg az MDMA-nál, mert az MDMA egy illegális szer, és ez egy rejtőzködő viselkedés, és ezért nagyon nehéz egy ilyen pontos képet kapni arról, hogy akkor igazából az MDMA és extázi fogyasztók között ki az, aki kemény fogyasztónak számít, és ki az, aki pedig mondjuk egy moderát fogyasztónak számít. És akkor itt kanyarodnék rá arra a kutatásra, amit tavaly publikáltunk londoni kollégákkal. Pontosan ezt akartuk megvizsgálni, hogy igazából azok az emberi tanulmányok, amik extázi fogyasztókról készültek, az abban résztvevő extázi fogyasztók ők mennyire reprezentatívak azt, ahogy az extázit egyébként használják. Az első lépcső, amit tettünk, az az, hogy összegyűjtöttük a szakirodalomból ezeket a PET-scan study-kat, tehát ez, amivel ennek a szert molekulának a sűrűségét lehet mérni, és itt van az összes tanulmány, ami megjelent ebben a témában, itt a mellette ez az oszlop, ez a usual dose, tehát hogy egy alkalommal átlagosan hány ekit vesznek be az emberek, mellette a use frequency, tehát hogy egy hónapban hányszor használják, az egy életemből bevett tablettának a vesrésze, és végül a minta magában a tanulmányban. Itt a legalsó soron itt meg kiszámoltuk azt, hogy mi itt az átlagos értékek, tehát ezek a tanulmányok alapján átlagosan 2,7 tablettát vettek be a résztvevők egy alkalommal, és átlagosan 2,4-szer ekiztek egy hónapban. Biztos, hogy benne vannak a révkultúrából emberek, ugye azért ez soknak tűnik. Tehát ugye azért ez egy eléggé soknak tűnik. Tehát ugye fene tudja, lehet, hogy mi járunk olyan társaságokban, ahol nagyon moderált a extázinak a fogyasztása, ugye az embernek az ilyen személyes benyomásai alapján nehéz eldönteni, hogy mégiscsak mi az átlagos fogyasztás. És ezért kezdtünk el kollaborálni egy angol projekttel, a Global Drug Survey-el, amit Adam Winstock csinál a UCL-en, és akkor itt most bocsánat, itt most beszúrok 3 perc reklámot. A Global Drug Survey ez egy online study, amelyet bárki kitölthet az interneten keresztül, nagyjából egy órát vesz igénybe, és pontosan azokat a kérdéseken megy végig, amelyeket nagyon nehéz megtudni a drogfogyasztással kapcsolatban. Milyen drogokat fogyasztottál az elmúlt évben, milyen dózisban fogyasztottad, hányszor fogyasztottad, egyedül vagy barátokkal, mi az, ami motivált, hogyan érezted magadat tőle, stb. És ezeket gyűjti össze ez a Global Drug Survey ezekre a kérdésekre a válaszokat, és ez egy nagyon-nagyon hasznos adatbázis kutatóknak, mivel ezáltal meg tudjuk ismerni mégiscsak, hogy globálisan hogy néz ki az extázi fogyasztóknak a milyen mértékben fogyasztanak. Ez minden évben van, általában olyan 100 000-en töltik ki évente. A 2020-as az azt hiszem, az még nincsen fent, valamikor márciusban fog lenni, de aki szeretné a maga módján hozzájárulni a pszichedelikus kutatási területekhez, az, hogy kitöltitek ezt a Global Drug Survey-t, ez egy egyszerű és mégis nagyon hasznos módja.
Szóval elkezdtünk kollaborálni mi is ezzel a Global Drug Survey-jel, és igazából az ő adatbázisukból pont azt haláztuk ki, amit a PET-scan-nél is leírtak, hogy az ecstasy fogyasztók általában hány tablettát vesznek be, és milyen sűrűséggel használnak ecstasy-t. Igazából itt mind a hisztogramokban, mind pedig alatta a táblázaton ugyanazt az információt mutatom, tehát itt, ami nektek a bal oldal, ez a usual amount, tehát hogy ez az egy alkalomban általában hány ekit vesznek be az emberek. Nem meglepő módon a legtöbben majdnem 50% az ilyen egy eki körül van, akkor itt ez az egy és másfél eki között, ez a másfél-két eki, ami pedig egy olyan 30% a résztvevőknek. Amit itt mellette látunk, ez pedig a használatnak a sűrűsége, itt ez az első oszlop, ez majdnem a résztvevőknek, vagy több mint a résztvevők 45%, ez akik évi egy-két alkalommal használnak, itt mellette 30%, akik nagyjából minden két havonta, itt ez a minden havonta nagyjából ez a 15%. Emlékezzetek vissza, hogy egy pár szlájddal ezelőtt azt mondtam, hogy a PET-scan tanulmányokban résztvevők átlagosan egy alkalommal 2,7 tablettát vesznek be, és átlagosan 2,4 alkalommal használnak ecstasy-t egy hónapon belül. De ugye sokkal-sokkal nagyobb igazából, mint amit ebben a táblázatban látunk, azért itt ki is emeltem pirossal, mind a táblázatokban, mind pedig a hisztogramokban azt a kategóriát, amelybe beleillene a PET-scannen résztvevőknek az átlaga. Tehát igazából, amit erről az ábráról megtudunk, az az, hogy igazából ezek a tanulmányok nem az átlagos eki fogyasztókra fókuszálnak, hanem a nagyon kemény ecstasy fogyasztókra, akik az átlagnál sokkal-sokkal többet fogyasztanak. És hogyha az ember rossz szoroz, akkor ki lehet ebből az adatokból számolni, hogy mind a fogyasztás, mind pedig az egy alkalommal elfogyasztott átlagos adag tekintetében, ezek a neuroimaging study-k kizárólag az ecstasy fogyasztóknak a legfelső 5-10%-ára fókuszálnak, illetve egy másik képen meg lehet fogni ezt úgy is, hogy akik részt vesznek ezeken a kísérleteken, ők átlagosan egy évben 720%-kal több ecstasy-t fogyasztanak, mint egy átlagos használó. Ezt a tanulmányban, itt kifejezetten ezekre a neuroimaging study-kra fókuszáltunk, de hogyha megnéznénk a többi emberekkel kapcsolatos MDMA kutatást, ott is nagyon hasonló számokat látnánk. Tehát említettem azokat a tanulmányokat, amelyek kognitív visszaesésről beszélnek ecstasy fogyasztók tekintetében, ott is nagyon-nagyon heavy userekre fókuszálnak a kutatók. Amit fontosnak találok kiemelni, nem csak arról van szó, hogy itt a legtöbb tanulmány az ezekre a heavy userekre fókuszál, hanem gyakorlatilag az összes. Tehát nincs egyetlen egy olyan tanulmány sem, ahol mondjuk ahol a résztvevők mondjuk ezt a évi 12 eki tablettát venné be, ami egyébként a globálisan az ecstasy fogyasztóknak az átlaga, mindegyik sokkal többet használ. Tehát igazából nincsenek kutatási adatok az átlagos felhasználókról, kizárólag ezekről a nagyon kemény felhasználókról. Ugye itt, amikor itt az ecstasy fogyasztásról beszélek, akkor itt ugye ecstasy tablettáknak a számáról beszélek, de ugye minden ecstasy tablettának más és más az MDMA tartalma, és a publikációban összegyűjtöttünk sok adatot rendőrségi lefoglalásból, meg különböző drogteszt szervizektől, és azok alapján kiszámoltuk, hogy ha figyelembe vesszük az ecstasy tabletták MDMA koncentrációnak változását is, akkor is ez az óriási dózis különbség nem tűnik el, akkor valószínűleg nem 720%-kal fogyasztottak többet, akik részt vesznek a kutatásban, hanem csak 530%-kal. Tehát, hogyha figyelembe vesszük ezt a variabilitást, igazából akkor sem tűnik meg az alaptézise annak, amit mi itt, ebben a kutatásban kimutattunk. Sokan kérdezik, hogy jó, oké, de miért van ez, hogy a kutatások ezekre a nagyon kemény felhasználókra fókuszálnak? És az az igazság, hogyha beszélünk arról, erről a kérdésről azokkal, akik csinálták ezeket a tanulmányokat, ők többnyire igazából nem is tudták, hogy ők ilyen nagyon kemény felhasználókra fókuszálnak, hiszen erről nem volt felmérés. Ez a Global Drug Survey, ez nem olyan rég, azt hiszem 2013-ban indult el. Tehát ez nem régóta van, hogy így értjük jobban globálisan, hogy az ecstasy-t hogyan használják. Illetve a másik, ami ilyen informális háttérbeszélgetésekből azért kiderült, hogy a legtöbb ilyen tanulmányra, és itt most lehet mindezeket a PET-scanneket, meg az összes többit figyelembe venni, hogy itt majdnem mindegyiknél ugye az van, hogy ezek egyetemi kutatások,
van egy valószínűleg pszichológia vagy pszichiátri intézete az egyetemnek, ugye kell kábítósokat találni, menjünk a pszichés intézetbe és szedjük őket onnan. Na jó, de hogyha ugye onnan vesszük igazából a résztvevőket a kísérlethez, akkor természetesen csak nagyon kemény fogyasztókkal fogok találkozni, hiszen azáltal, hogy pszichiátriai intézetből szerzek extázi fogyasztókat, de már nyilván csak olyanok kerülnek be, akiknek valamilyen problémát okozott az extázi szerhasználat. Igazából ez vicces, de tényleg így van, és ez nagyon jellemző a tudományra, hogy itt vannak ezek a PET-scan kísérletek, amelyek technikailag is nehezek, mégis azért itt rádióaktív anyagokat kell az agyba juttatni, sok százezer meg millió dolláros a költség, minden tényleg nagyon precíz, jól le van dokumentálva, de igazából sokkal hasznosabb lett volna, hogyha a kutatócsoport elküld egy PhD diákot a helyi révszínába, és kicsit körbenéz, hogy akkor tényleg hogy is használják az extázit. És igazából ez sehol nem merült fel, hogy ezt kéne csinálni, nem mindenki csak a helyi pszichiátri intézetből szedte a résztvevőket. Szóval akkor végül szeretném egy kicsit így összefogni ezt az egészet, és a legfontosabb, amit szeretnék hangsúlyozni, nem csak a extázi és az MDMA-val kapcsolatban, hanem általában, hogy mindig, amikor drogokról beszélgetünk, van ez a káros, nem káros, veszélyes, nem veszélyes, de ez egy nagyon buta kérdés, vagy nem megy eléggé mélyre. Hiszen ezt a kérdést nem lehet megválaszolni, anélkül, hogy valamilyen referenciát tennénk a dózisra. És hát megint csak visszatérnék az alkoholra, hogy ezt mindannyian tudjuk, és az élettapasztalatunknak a része, hogy azok, akik nagy mennyiségben gyakran fogyasztanak alkoholt, hogy gyakran előfordulnak negatív következmények, de az, aki pedig moderáltan fogyaszt alkoholt, és ritkábban, ott meg igazából nincsenek negatív konzekvenciák. Ez minden drognál így van, és hogy mi az, ami sok meg kevés egy adott drogból, ez mindig szerfüggő, és ezt az önmaga kontextusában kell megérteni. Azt viszont egyel együtt szeretném mondani, hogy szerintem az elég egyértelmű azért így összességében a tudomány a szakirodalomból, hogy a gyakori és nagymértékű extázi fogyasztás az nagyon valószínű, hogy beavatkozik ebbe a szerotonergikus rendszerbe, valamilyen károsító hatás hajt végre, és ennek lehetnek funkcionális következményei. Minden egyes kísérlet, amit említettem, mindegyikbe bele lehet kötni, egyiknek sincsen tökéletes metodológiája, de azért, hogyha összességében így a big picture-t így megpróbáljuk összetenni az összes tanulmányból, akkor azért szerintem ez elég egyértelműen látszik. De ahogy említettem az előadás elején, nincsen 100%-os tudományos konszenzus a kérdéssel kapcsolatban. Ami a moderált fogyasztást illeti, tehát amikor mérsékelt extázi fogyasztásról beszélünk, évi 2-3 alkalommal 100-150 mg közül, arra meg igazság szerint nagyon nehéz bármit mondani, mert egyszerűen nincsenek róla adataink. Tehát ahogy mondtam, nem csak az van, hogy a kísérletek nagy része a kemény felhasználókra fókuszál, hanem az összes, és tényleg gyakorlatilag semmilyen kutatást nincsen a moderált extázi használat következményeivel kapcsolatban. De azért azt hiszem, azt el lehet mondani, hogyha például beszélgetünk olyanokkal, akik részt vesznek ilyen PTSD és MDMA terápián, hogy azért nem zombisodnak le általában az emberek ilyen kismértékű MDMA fogyasztástól. De szerintem mindenféleképpen igazából ami a lényeg, hogy feledkezzünk meg arról, hogy most az MDMA az káros, meg az alkohol, meg a fű, és ezt a kérdést sokkal inkább mindig a dózisnak a kontextusában próbáljuk meg megérteni, és próbáljunk meg moderáltan fogyasztani. Köszönöm a figyelmet!